Hát te? Nem kaptad meg az üzenetem? Miféle üzenetet? Begyulladt a kezem, nem tudom mozgatni. Hagytam neked üzenetet a férjednél. Ja, hát az olyan, mint nem is hagytál volna. Mi van a kezeddel, nagyon fej? Én hüvelygyulladás. Szakmai ártalom. Pihentetni kell, pár nap alatt meggyógyul. Sajnálom. Én sajnálom. Ha már itt vagy, nem kérsz esetleg egy csésze kávét? Nem, azt hiszem, hogy nekem mennem kell. Nem masszázsra jöttél? Jó, talán 5 percre. Egy pillanat. Ugye kész is van. Ne, hagyd majd én. Jobb, ha nem használod a kezed. Ulj addig le, 1 perc az egész. És? Használsz valamit a kezedre? Kaptam rá kenőcsöt. Azért az nem mindegy, hogy használod ezt a kenőcsöt. Amikor kiment a bokám, akkor a gyógytornász megmutatta, hogy hogy kell bekenni. Mondjuk, te ezt biztos jobban tudod. Persze, csak hát egy kézzel. Na, hol van az a krém? A hűtőben. Maradj. Na. Finoman, körkörös mozdulatokkal kell bekenni, hogy serkentsük a vérkeringést, de ne bántsuk a gyulladást. Nagyon. Na, hát akkor ez kész. Nekem mennem kell. És a kávé. El kell mennem a gyerekekért. Jó, akkor majd hívlak, ha már dolgozom. Jó. Várom. Szia. Szia, Judit. Szia. Gabi miatt jöttem. Ja, épp most kaptam meg az üzenetet. Én nem akartam rád rontani. Á, dehogy. Bejössz? Nem tudok, sietek a gyerekekért. Csak gondoltam, jobb, ha személyesen is elmondom. Szörnyű ez az egész. Igen. Nagyon sajnálom Gabit, igazából nem ismerem, de nagyon kedvesnek tűnik. Gabi szuper csaj. Mondd meg neki jobbulást. Ja. Jó. És a kezed? Hogy van? Jobban. Jövő héten jöhetnél is. Remek. Akkor majd telefonálok. Szia. Szia. Thank you.
Szia. Szia. Épp erre jártam. Gyenge hazugság. Jobb nem jutott eszembe. Nem is kell. Kérsz kávét? Igen. Nem. Csak olyan szokatlan. Szokatlanul jó, vagy szokatlanul rossz. Szokatlan és izgató. De jó, nagyon jó. Csak korai még. Annyi időt kapsz, amennyit csak akarsz. Nem kell sietnünk. Dorka? Szia, én vagyok. Nem semmi, csak hallani akartam a hangodat.